Tulajdonképpen a hét egyik legfontosabb eseménye, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a hallgatói szerződésről szóló kormányrendeletet. Erről beszélnék egy keveset, hiszen érinti a felsőoktatási törvényt, amelyet jövő héten fog elfogadni az országgyűlés, és aztán beszélnék a még másik két megnyitott törvényről is, a köznevelési törvényről is, ami szintén szavazni fog az országgyűlés a jövő hét folyamán. Tehát az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy alkotmányellenes az a rendelet, amely a hallgatók röghözkötéséről, szerződésben való kényszer itthontartásáról szól. Véleményem szerint az Alkotmánybíróság ezzel a határozatával lehetőséget adott a mostani Fidesz kormánynak arra, hogy eltérjen a korábbi szándékától, tehát eltérjen a röghözkötéstől. Sajnos nem ezt tette. Sajnos nem ezt tette, másnap az Oktatási Bizottság újra benyújtotta szinte 100%-os tartalommal ugyanazt a szabályt, most már törvényi szinten kezelve. Én nagyon sajnálom, hogy így tett, nagyon szomorú vagyok ezért, mert most lehetőség lett volna, hogy a röghözkötéstől eltérjenek. Gyakorlatilag ezzel a döntésével a kormány semmibe veszi a hallgatóknak azon szándékát, hogy a hallgatók azon igényét, hogy a röghözkötést azt méltatlannak és aránytalan tehernek látják, annak ellenére, hogy azokra vonatkozna, akik valamilyen módon hozzájárulnak, az állam hozzájárul a saját költségeikhez, az egyetemben való tanuláshoz. Arra hivatkozik ugye a kormányzat, hogy tulajdonképpen az a 32 ezer hallgató, aki valamilyen oknál fogva úgy döntött idén, az előző évekhez képest, hogy nem jelentkezik a felsőoktatásban, arra nem volt hatással ez az Alkotmánybíróságnak ez a döntése, véleményem szerint nagyon is volt, és itt egy együttes hatásra hívnám fel a figyelmet. Itt azért 20 éve nem volt akkora káosz a magyar közoktatásban, mint ami most van. Gondoljunk bele, hogy hány 10 milliárdot vonnak el a felsőoktatástól. Ennek hatására drasztikusan csökkentették az államilag finanszírozott férőhelyek számát, amely szintén váratlanul érte a hallgatókat. Duplájára, valahol 2,5-szeresére emelték a tandíjakat, de olyan lépéseket is mondhatnék, mint a felvételi tájékoztató körüli mizériák és botrányok, amikor nem pontosan, nem időben adták ki a felvételi tájékoztatót, tartalmi hiányosságok voltak, de bizonyos szakok szinte önköltségessé tétele, a jogászképzés és a gazdasági képzésekre gondolok, és hát természetesen a hallgatói szerződésnek a ténye szintén eltántoríthatta, és el is tántorított nagyon sokakat attól, hogy átlépjék a felsőoktatás kapuját ugyanis. Tehát nagyon is hatással volt, nem értünk egyet a kormányzat azon állításával, hogy ez nem volt hatással. A röghözkötés leginkább a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és hallgatókat érinti, hiszen ott alternatíva nincs. Amíg egy tehetősebb tanuló választhatja azt, hogy valahogy kinyögi, kifizeti a tandíját, esetlegesen elmegy külföldre, látjuk, hogy 20 éve szintén nem látott tendenciában akarnak elmenni a hallgatók külföldre, ilyet még nem tapasztalt Magyarország. Tehát ezek együttes hatása, az a káosz, amit 2 év alatt sikeresen elért az oktatási kormányzat, ezt mind ezt generálják. Egyébként joggal bízhattak a hallgatók, pontosabban ettől a kormánytól messze áll az, hogy bárkinek a véleményét figyelembe vegye, de azért itt voltak tüntetések, a hallgatói hálózat, mint civil szervezet, vagy a HÖOK, szintén amikor az ombudsmanhoz fordult, vagy amikor az ombudsman kifejtette a saját véleményét, hogy itt problémák lesznek, és figyeljünk oda, mert ebből nagyon-nagyon nagy problémákat fog generálni, akár a röghözkötés, akár az előbb említett oktatáskormányzat által tett intézkedések, hát nem nagyon figyelt erre az oktatási kormányzat, nem vette figyelembe gyakorlatilag azzal a döntésével, hogy egy az egybe beadta az országgyűlés elé ezt a szabályzást, sem az Alkotmánybíróság tartalmi kifogásait, sem az ombudsman által tett kifogásokat, sem az ellenzéki pártok által, de a civilek, a hallgatók és szervezeteik által tett kifogásokat sem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az oktatási kormányzat csak éppen azoknak az érdekeit nem képviseli, és azoknak az érdekeivel megy szemben, akiket a leginkább kellene, hogy képviseljen, és akikért küzdenie kellene ennek az oktatási kormányzatnak. Mi támogatjuk a HÖOK-nak azon szándékát, miszerint újra az ombudsmanhoz fordulnak, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg ismét az immár törvényi szintre emelt rendelkezést. Nagyon sajnáljuk, hogy egyébként anno az alaptörvényben korlátozták, hogy nem fordulhat mindenki egyébként az Alkotmánybírósághoz.
Tehát azt kérem a fideszes országgyűlési képviselőtől, ne szavazzák meg a felsőoktatási törvényt, gondoljanak a saját településeiken élő hallgatókra, egyetemistákra, jelenlegi gimnazistákra, és mindazon családokra, akik igenis tanítatni szeretnék ma Magyarországon a gyerekeiket, és hisznek abban, hogy a tudás az előbbre visz, és többre lehet jutni ebben az országban is, nem csak máshol, más országokban. Van még egy másik fontos terület, amiről jövő héten az országgyűlés dönteni fog, és ez az államosítás kérdése. Én azt látom az oktatási bizottságokon, azt látom a részletes vitában, ami a parlamentben múlt héten lezajlott, hogy gyakorlatilag azt a káoszt, amit az államosítás kapcsán előidézett, és folyamatosan előidéz a kormány, képtelenek lemenedzselni. A saját változtatási szándékaikat képtelenek lemenedzselni. Több problémát generálnak, mint ami a rendszerben az elmúlt 20 évben megképződött. Tehát azt kell látni, hogy amíg az önkormányzati rendszerünk az elmúlt 20 évben megtanulta kezelni a helyi érdekeknek megfelelően, és a helyi viszonyoknak megfelelően a problémákat kivaljutta, megtanulta, kiépült egy egész rendszerre, azt most felrúgják, az önkormányzati szektor teljesen tönkreteszik, mindent központosítanak, és olyan problémákat húznak magukra, amelyeket nem tudnak egyszerűen megoldani. Óriási káosz van az államosítás környékén, nem látja a jobbkész, hogy mit csinál a bal, nem látják, hogy mi lesz a fenntartó és az üzemeltetőnek a feladata, hiszen ezt a két területet külön választották. Indokolatlanul létrehoznak egy párhuzamos infrastruktúrát, a központi intézmény fenntartót, amely nagyon drágán fog működni, nagyon érzéketlen lesz a helyi problémák iránt, és ami a legrosszabb, hogy kiveszi az önkormányzatiságnak a lényegét, hogy érdekeltek voltak abban, a helyi vezetők, a polgármesterek, hogy jó szolgáltatásokat, jó oktatási szolgáltatásokat biztosítsanak a gyerekeknek és a családoknak. Na ez a lényege az államosításnak. Itt fogja a tanulókat, a hallgatókat, a gyerekeket és mindenkit érinteni a legdurvábban, ugyanis az a szolgáltató rendszer fog elveszni az államosítással, amely 20 év alatt felépült, amitől még a magyar oktatás rendszere jó. Ettől fogja megszabadítani sajnos az állam a gyerekeket. Gyakorlatilag szerintem maguk a fideszes képviselők sem tudják, hogy hogy fogják ezt lemenedzselni, nem véletlenül idegesek és félnek. Azt kérem, hagyják abba. Tehát ne húzzanak még nagyobb problémát az országra, ne tegyék tönkre az önkormányzat és az oktatási rendszert egyszerre. Most még van idő ezt befejezni, utolsó előtti pillanatban vagyunk, ez már lemenedzselhetetlen. Fél időnél van a kormányzat, ebből kijönni jól nem lehet. Így gyakorlatilag a ciklus végéig csak a saját maguk által okozott káoszt fogják folyamatosan megpróbálni menedzselni, mi meg újra és újra elmondjuk, hogy lám-lám, amit mondtunk, az ide vezetett, de ennek nem kellett volna, hogy feltétlenül így legyen. Tehát ezt a káoszt nem a válság okozta, nem az elmúlt 20 év okozta, nem az elmúlt 8 év szocialistái okozták, ezt a Fidesz saját maga által állította elő, és most ebből próbál valahogy kikecmeregni. Azt kérem a fideszes képviselőket, gondolják végig, aludjanak rá egyet, és gondoljanak a saját szavazóikra, a saját településeikre, ne szavazzák meg, mert azt hiszik, hogy még most a hatalom kegyeiben más dönt helyettük, de a nap végén minden politikus saját maga dönt arról, hogy mire gyomja meg a parlamentben a gombot.